Az országjárás keretében a Dériné Kulturális Központban tartott lakossági fórumon dr. Simicskó István, a KDNP frakció vezetője az elhibázott brüsszeli szankciókról és azok következményeiről szólt a szép számú érdeklődő előtt. A fórumon adta át Szepesi Tibor polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő számára azt a karcagi képviselőtestület által elfogadott határozatot, amelyben tiltakoznak a brüsszeli szankciók ellen, és kérte, adja át azt a miniszterelnökség részére. A lakossági fórumon dr. Simicskó István részletesen szólt a brüsszeli szankciók Magyarországot negatívan érintő hatásairól. Arról is, hogy közös érdekünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és minél hamarabb fegyverszünet legyen, mert hazánk a békében érdekelt, hiszen az orosz-ukrán háború és az arra adott rossz uniós válaszok mély nyomot hagynak a világgazdaságon és a magyar gazdaságon is. Nyilván nem szeretjük a provokációt, nem szeretjük az agressziót sem, tehát mi a békepártján állunk, és hála Istennek nem nekünk kell igazságot tenni ebben a háborúban. Tehát nem mi vagyunk a döntőbírók, és óvnám is magunkat, hogy eldöntsük mi az igazságot. Mindenkinek megvan a maga egyéni megítélése ebben, de az biztos, hogy a nemzeti érdek az a béke, és világosan látható, ahogyan Kósa-Lőr szokott fogalmazni, napnál is világosabb, hogy úgy is mondhatnám, hogy még az árnyékból is látszik, az árnyék kormányból is. Itt ugye a város több politikusról híres, meg hírhet. Ugye az árnyékon miniszter, ugye a Vadai Ágnes, aki szintén eléggé komoly szankciópártiságról győzött meg minket. Viszont világosan látszik, mondom, az árnyék kormányból is, hogyha józanul végig gondoljuk, és látjuk az eredményeket, hogy mi történt, vagy az eredménytelenséget a szankciók hatására, látjuk, hogy nem állt le a háború. Nem lett béke. Nem esett térdre Oroszország. Ezzel szemben Európa eléggé gyengén áll. Energiaválság, bizonytalanság, hogy ne mondjam már-már a létbizonytalanság, árak elszabadulnak, infláció elszabadul. És látjuk, hogy mindez nem számít. Ráadásul nem is kérdezik meg az Európai Unió polgárait. Egyetlen nemzeti tagállamban sem kérdezték meg. Csak Magyarországon kérdezik meg. Most már 12. alkalommal fontosabb kérdésekben. Hát már pedig egyébként a biztonságunk, fizikai és lét biztonságunk kulcskérdés. Hogyha az Ebrem-Maslow piramist fölvázoljuk, ugye a fiziológiai szükségletek, enni, aludni, inni, stb. Az alap, erre épül utána rögtön a biztonság igénye. Rögtön a biztonság. De az emberek nem szeretnek félni. A biztonságérzet az egy persze befolyásolható, különböző média források törekednek is erre, de alapvető érdekünk, hogy békében maradjunk, és egyébként pedig a magyar kormány gazdaságpolitikája, azok a akciótervek, programok, a gyárak, a nagy foglalkoztató, sok munkáról foglalkoztató cégeknek a megmentése, a kis és közepes vállalkozások segítése, a Széchenyi kártya felhasználtása, a kamatstop, stb. Ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy, és bizonyos élelmiszereknél is az árstoppok alkalmazása, meg a benzinnél is, üzemanyagnál is, dízelnél is, ezek mind-mind az emberek, és nem beszéltem még a rezsicsökkentés megvédéséről, vagy hát legalábbis nem engedjük, hogy ránk szabaduljon a világpiaci ár. Ezek most horribilis növekedések, így is jelentős növekedés van, és mindenkinek óriási teher. De hogy érezni kell azt, hogy óriási erőfeszítéseket tesz a kormányzat. És világosan látszik, hogy ez a szankciós politika egy elhibázott szankciós politika. Hozzátette, a magyar kormány mindent megtesz a gazdaság megerősítése és a családok védelme érdekében, mert a gazdasági növekedést fenn kell tartani a stabil költségvetés érdekében. A fórumon szóba került a honvédelmi minisztersége idején elindított kadét program is, mely már a rendkívül eredményes, hiszen tanulmányaik befejezését követően rengeteg fiatal választja a katonai pályát, ami kiemelten fontos, hiszen globalizálódó, kihívásokkal teli világunkban Magyarország biztonságának záloga az erős magyar honvédség, fogalmazott az előadó, aki arról is beszélt, fontos, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt, és elmondják véleményüket a brüsszeli szankciókról.